hihetetlennek tűnt, mert én azt hittem, hogy most már vége, elég sok díjat, kitüntetést kaptam, és azt úgy éreztem, hogy ezzel már tetőzött az életem, hogy más már nem következhet ezek után. Építőművészet kategóriában a Nemzetművészet díj elismerésében részesül Bán Ferenc építőművész. Kérem, hogy fáradjon a színpadra. Mindenfajta díjhoz mindig hozzáteszik, hogy építész, építész, Kossuth díjtól kezdve egy építész, építész. És a Nemzetművésze díjhoz pedig semmi ragadvány jelző nem kapcsolódik, ez önmagában kifejezi azt. Úgy gondolom, hogy ez különböző művészeti ágak fölött átívelő, átfogó jellegű, és ennél fogva talán a legmagasabb díj vagy kitüntetés, elismerés lehet, amit egy bármilyen szakmában megkaphat egy ember. Hát ennek megfelelően természetesen ez nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Felkérem elnök urat és miniszter urat a Nemzetművészet díj átadására. Általában az ember nem azért dolgozik, vagy legalábbis én elég öntörvényűen csináltam a dolgaimat. Nem igazán foglalkoztam azzal, hogy kinek tetszik, ki nem tetszik, és nem, még a kudarcok is inkább megerősítettek, hogy még ezek szerint még többet kell, több energiát belefektetnem a munkába. Nem annyira a saját házaim tervezési folyamatát tartottam olyan nagyon fontosnak. Ez természetesen olyan örömforrás az ember életében, de nekem mindig inkább a fiatalok érdekeltek. Én nem hivatásszerűen tanítottam, de hát rengeteg fiatallal foglalkoztam életemben. Jöttek is hozzám mindig. Együtt dolgozni szeretek fiatalokkal, nem ilyen hivatalos formában, tanár státuszban. Az ember valahogy fejleszte ki magában azt az érzést, hogy ne nagyon függjön másoktól, mivel azt látom, hogy minden értelmes valamire képes alkotó ember azért a saját törvényei szerint próbál élni. Én a szabadság alatt nem azt értem, hogy szabadosan azt csinálok, amit akarok, hanem nagyon fegyelmezett körülmények között figyelembe véve mások igényeit, a lehetőségeket, hogy azon belül rengeteg munkával azért mégiscsak próbáljam a saját egyéni felfogásom szerint megvalósítani azt, amibe belevágok. Tehát a szabadság szerintem ez egy megtanulható képesség, nem azt jelenti, hogy most én szabadon bármit megengedhetek magamnak, sőt, nagyobb önfegyelemre van szüksége az embernek ilyenkor.